A legtöbben gyermekek fejlődésére és gyógyítására vagy állatmenhelyeknek ajánlják fel adójuk 1%-át. Az SZIA 1+1%-áról idén is május 20-áig lehet rendelkezni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az adóbevallás webes felületének kezdő oldalán is feltünteti a rendelkezési lehetőséget, hogy minél többen és a lehető legegyszerűbben támogathassanak civil szervezetet, vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. Meg lehet tenni ezt a felajánlást, tehát elektronikus felületen, ettől függetlenül meg lehet tenni papíralapon is, ezt a papíralapú felajánlást, ezt postán lehet eljuttatni hozzánk, vagy pedig bármelyik ügyfélszolgálaton személyesen is le lehet adni. A lényeg az, hogy mindenki rendelkezzen erről az 1+1%-ról. Felajánlásokat kizárólag azok a civil szervezetek kaphatnak, amelyek korábban regisztráltak a NAV-nál, valamint a technikai számmal rendelkező vallási közösségek és a kiemelt költségvetési előirányzat. Az adóhivatal honlapján egyébként valamennyi kedvezményezet megtalálható. A vallási közösségek és a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló nyilatkozatot a NAV mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg a felajánló újabb nyilatkozatban nem jelöl meg egy másik kedvezményezettet. A civil szervezetek számára továbbra is évente kell megtenni a felajánlást. Idén is jön még az a lehetőség, hogy aki rendelkezni szeretne, az a munkahelyén le tudja adni ezt a rendelkezést egy zárt borítékba, a ragasztási felületen pedig saját kezűleg alá kell írni. Hogyha így dönt az adózó, akkor május 10-ig le kell adni a munkahelyen ezt a rendelkező nyilatkozatot, a munkahely pedig május 20-áig fogja a hivatalhoz eljuttatni. Az SZIA 1+1% felajánlható abban az esetben is, ha az adózó adó visszatérítésben részesült. A visszatérítés összege ugyanis nem csökkenti az 1%-os felajánlások alapját képező összeget.